bemutatnám magunkat, Franciska, a Molyan Egyetemnek a végzős hallgatója PR formatnak az őszakon, ebben a hallgatban lesz a diplomérése, és nagyon komoly tapasztalatai vannak erről a projektről, amit elvizetően nem beszélte. Én Halasi Tamárnyi vagyok, a projekt vezetője, illetve iniciátora. Én 20 éve dolgozom a kreatívipar területén, részint mint főszerkesztő, könyvfordítója, szakdoktora, 17 vezetője, MOMI, technológián bízott, kiállítások szervezője, gondolkodói vezető, stb. Ez egy open design projekt, és nem volt célunk kívül ezelőtt, hogy a open design projektet csinálják Magyarországon, a szükségít minket rá, és igazán a módszerben érdekel minket. Egy ágazati anyagaiát akartunk ezzel megoldani, méghozzá azt, hogy a bútoriparban nagyon-nagyon komoly problémák voltak. A dizájnerek nem beszéltek a faipari szakemberekkel, és nem tudták, hogy ezek a vállalkozások mire váljanak, hogyan működnek. A vállalkozások pedig nem álltak szóba a dizájnerekkel, ezért nincsen a magyar bútor. És megelégedtük ezt a problémát, és kerestünk egy olyan módszert, amivel ezt talán megoldható lenne, úgyhogy mindenki nyerjen ebben a történetben. És ekkor született meg a Dália Design Ötletet, mert három nagyon komoly partnert vettünk be, az egyik a Magyar Művészeti Egyetem. Itt olyan történetekről van szó, hogy az open design az tudásmegosztást jelent, a tudáshoz való jó esetben ingyenes hozzáférést. Ebben az esetben a hallgatók, a Magyar Művészeti Egyetem hallgatói nagyon komoly fél év keretében fejlesztenek bútorokat, meghatározó tanácsok szerint, majd erről is beszélek, és ezeknek a bútoroknak a gyártmányrajzai, illetve a kiviteli tervei letölthetők egy szárból, amely Dália Design a neve, Dália Design a projektet is a Design brandje, amit több éven keresztül próbálunk fejleszteni, és ezek ingyenesen letölthetők, természetesen nagyon utána kell érni egy nyilatkozatot, hogy ezt senki üzleti célra nem fogja használni. Ugye az open design mozgalom az egy új üzleti, gazdasági modellnek a része, aminek sharing-ekonomia neve, ugye ez a megosztáson alapú, a közösségi megosztáson alapú gazdaság, a non-profit és for-profit kezdeményezések egyaránt vannak, mint a szabad tudáshoz tartozunk az open knowledge-hoz, de például a FabLab-ot, amikor a fiatalények nyitottak, az a mutatóműhelyhez tartozik, és oda, amiről a technika is meg, amiről mindenkinek a hőség fognak beszámolni, és velük is együttműködtünk ebben az évben. Franciska elmondja majd, hogy hogyan. Ahhoz, hogy ezek a szabad tartalmak, amik ugye lehetnek szellemi tartalmak, lehetnek szolgáltatások, lehetnek egyébként tárgyak is elérhetőek legyenek, itt mutatja ez a grafikon, hogy 2006 és 2014 közül hogy jött meg ezeknek a tartalmaknak a száma. Ez fontos volt szabályozni, és ugye létezik nemzetközi szabályozás, ezt a Hedmélyen mutatta, hogy ez egy milyen komoly szervezeti problémát vett fel ez a történet. 2001-ben egy professzor megalapította a Creative Commons licenszeket. Ezeket a licenszeket Magyarországon is használják, és mi is ezt csatlakoztunk, de csak annak mondani, hogy az alkotó a mindenféle tulajdon és felhasználó jogai abszolút legitim módon átruházhatja ezeknek a licenszeknek a segítségével a közösségre. Mi is ezt tesszük ezen a szájton, amikor valaki letölti ezeket a gyermekezokat. Sokféle megoldást lehet választani, a miénk azok abszolút szabadon felhasználhatók, áttervezhetők, mindenki gyakorlatilag azt csinálja, amit akar, nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, egy valamit nem tehet, hogy ezt árva bocsátja, és az ő üzleti haszna legyen. Tovább megyünk. Ugye tavaly a induláskor a tematika az az első otthon volt, a diákoknak olyan bútorokat kellett tervezni, ahol az első emelő életükben segíti az elindulást. Itt van körülbelül az a módszer, hogy ez a történet utolérhető. Egy három nyelvű szájtról van szó, német és angol nyelven is létezik, ki lehet választani ott a bútor, el kell valamit érni egy nyilatkozatot a letöltés előtt, hogy ezt nem fogjuk tárgyból bocsátani, és nem lesz előbb üzleti haszna. Letölti a gyártmányozót, mert lehet otthon is valósítani, ha valaki még jól felszerelt műhelye van, de alapvetően az volt a cél, hogy a helyi kisvállalkozásokat segítsük ezzel, ezért alapvetően minden évben az a kiírási szempont. Nem az, hogy a bútor az olcsóbb legyen, mint az ikére, mert nem tud olcsóbb lenni, racionális áron legyen előállítható, és a környékben, 10 kilométeres körzetben, a helyi faipari technológiával egy műhelyben ezek a bútorok megvalósíthatóak legyenek, racionális áron. Minden ilyen open design kezdeményezés, és a miénk is, az ökológiai, gazdasági, társadalmi fenntartásokat
költségünk marizálódik, helyi gazdaságot támogatjuk a helyi szakembereket, nincs a marketing költség, nem lakodik rá a kereskedelmi hasznot, tehát jóval tűzőbe hozzá lehet jutni, ráadásul egy testvérszabó kultúrhoz, hiszen a gyártmányozón bármit lehet változtatni, át lehet festeni, ki lehet tisztítani, tehát tényleg egy személyeszabó kultúrt kap az, aki ezzel elkezd foglalkozni. Ők a három nagy partner, a Bútorszövetség tagjaival dolgozunk együtt a kivitelezésben. Tavaly a postulát mutattuk be az első projektet, az tavaly 48 ezer ember látta, több mint 1000 letöltésünk volt ebből a 13 bútorból, itt van az egyik példára. Idén a tavaszóba volt a téma, a 3-es korig kellett bútorokat készítettevezni. Idén hát is között volt a 600 letöltést, és idén 54 ezer ember látta a kérdésben a projektet. Átadom a Franciskának a szót, hogy tudjam köszönöm, sziasztok! Én a hallgató képviseletében érkeztem, és erről szeretnék egy pár szót mondani, hogy én hogyan éltem ezt az egész projektet meg. Itt a kiállítás látható, elég sokan jöttek, és elég nagy szakmai és egyéb visszajelzéseket kaptunk, amiért nagyon megért jelentkezni a projektre. Eleve azért jelentkeztem, ez a bútorom, mert gondoltam, hogy olyan dolgokat tapasztaltok meg, amit egy iskolai projekt során nem feltétlenül. Ez olyan, mint például olyan szakemberekkel dolgozni, akik a kivitelezés során tényleg több éves tapasztalattal rendelkeznek, és kivitelezés szintjén vinni a bútort, ami például nekem az első olyan bútorom, ami ténylegesen elkészült. Itt láthatok pár kép róla. Én az első fordulóban, tehát ez több fordulós volt maga a kiválasztás, egy modellt kellett elkészítenünk, és akinek bizonyos szempontok alapján megfelelt a bútora, az tovább juthatott a kivitelezésre, amikor is egy cég segített neki technikailag megoldani. Nekem például egy herendi, az Ákosi bútorszalon segített, és tényleg egy minőségben és kivitelezésben nagyon magas színvonalú európai és nemzetközi piacon szerepelnek, 6500 négyzetméteres stúdiójuk van, és több mint 70 ember dolgozik náluk, és több mint 20 éves tapasztalatuk van, tehát nagyon-nagyon megérte velük együtt dolgozni. Segítettek a kiviteli és szerkezeti megoldásokban, és a tanárokkal együtt is, és egy workshop keretein belül, ami a dizájnkiállítás mellett volt, ez a bútor is készült, illetve a Woodlight standon együtt dolgoztunk, úgy láthatóak, hogy elkészülnek. Ez a honlap, egy szlájdunkra. És ez pedig, hogy nagyon jó volt látni azt, hogy tényleg a valóságban és az életben is ez az otthon része részévé válhat, mint bútor és mint az én termékem. Ez egy oktatási projekt, hogy mi motiválja a projektet, hogy hosszú távon is működjön, hogyha nincs bevétel, hogy aljátom? Az motiválja, hogy az összes szereplő motivált. Ugye ez az öt percben nem volt elmondható, hogy ki mit nyeretne a történetben.
diákok egyetemen azt nyerik, hogy oktatási mód és körülmények között hiába van a műhely, de ennyi figyelmet nem tudnak kapni fogadói szakemberek, és nem tanulnak meg tudom tervezni, így multiplikálódik a belőtöltött korábbi számára, ráadásul valós fajtai körülmények között vannak, tehát hogy nagy eséllyel nem nagyon sok minden meg tudnak arról, hogy hogy kell tudom tervezni, mi van a felületünk technológia, mik a valós piaci igények, ráadásul igazán meg tudja érhetni a kultúráltanás közönségét, nem csak szállítom is, tehát nem az én osztalom maradéktel is, nem egy biztos prototípussal kerül ki az egyetemből. A diák nagyon sokat nyer vele, az egyetem is nagyon sokat nyer vele, hiszen ugye nincs annyi kapacitás a diákokkal konzultálni, nincs benne ennyi faibai szakember az egyetemen, hogy mondjuk 20 diákkal folyamatosan heti több órában foglalkozzon. Tehát az egyetem gyakorlatilag adott szorszínűre egy csomó mindent ezt rögtön. Tehát a Bútor Szövetségi tagok, a vállalatok, én nagyon szeretném, hogy 10 dolgozni, de nem tudják, hogy hogyan kell. Nem találják meg őket, nem tudják megszólítani, viszontosan nagy a rizikó, és az ismeretlenségi tényező, hogyha valaki egy ritmunk alapján választanak, akkor hosszú távon tudnak erre bármit kezdeni. És ezek a cégeknek a legtöbbje jelenleg nemzetközi megbízásokat teljesít, de nem kivitelezők is. Nagyon-nagyon szeretnének saját kollekciót, elépni a tervezés és a saját kollekció fejlesztési irányába, és így megtanulják azt, hogy hogyan, illetve és az egyetem támogatja őket a párbeszéd megvalósításában. Most van pedig a hatodik egyetem, hogy nagyon komoly és nagyon cool tartalmat nyer az ország emberi kiállításához. Hogy az lejösségben vonatban ezeknek a terveknek együtt kell lenni, és együtt látszódni, és hogy több nyelven hozzáférnek, de azon nem gondolkodtak, hogy az instructable, az ebben más jelen rossz oldalakra, ahol már visszajelzések is jöhet, és akár ugye, hát így is nemzetközi, de hogy annak azért van egy között kiépült közönsége, mert tehát, hogy más oldalakon is megosztják ezeket a terveket. De gondolkodtunk rá, tehát ezből azt látjuk, hogy mindenféle ambíciónk van, ami azért van, tehát hogy nagyon sok prémium sztoriumot tartunk, és ott elképesztő dolgokat gondolunk arra, hogy hol kell ezt a projektet elvitatni. Mindig az szab ezeknek határt, hogy viszont a kapacitásunk éles, tehát senki nem felállásban menedzseli ezt az organizáló projektet, hanem szívszerelem van, és mindenki így a saját magánéletéből szabad idejéből tesz ebbe a történetben, és valahol meg kell hozni a határokat, és úgy látom, hogy a határok jelen itt vannak. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy kérdés az, igazából azt látjuk, hogy ki kell találni mögé, annak ellen, hogy jobb egészen projektről beszélek, egy üzleti modell. Már most azt látjuk, hogy megéri ez a történet, számos fagyolói cég, akivel együtt dolgoztunk, egyrészt tovább akarja fejleszteni az ötleteket, és terméket akartuk belőle csinálni, de jelenleg is volt hatályozások, illetve olyan nagy pályázatokon, prototípus fejlesztő pályázatokon akarunk elindulni, most körülbelül 6 cégre tárgyalunk erről, és összeülünk valamivel is indulunk, ahol azokat a munis diákokat, akikkel már jó tapasztalat, bevonnánk ezekbe a pályázatokba a fejlesztőkbe, a fejlesztések azok MOMÉS szakmai segélyettel zajlanának, és természetesen ezért fizetnének ezek a cégek a pályázatok segítségével. Tehát, hogy megéri ez mindenképpen, és úgy gondoljuk, hogy hosszabb vagy középhosszú távon ilyen típusú projektekből befolyhat a projektre pénz, és föl tudunk venni a szakembereket, a fejlesztéssel, Utolsó kérdés. Jó, csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy más irányokban nem akartok nyitni? Tehát, hogy nem csak bútor, hanem... De, engem konkrétan a szoftver felület tervezés érdekelne, hogy szívesen dolgoznék együtt lelkes diákokkal, hogyha lenne erre valamiféle mód. Nincs benne az egyetem portfóliójában ez a történetet, nálunk ugye a 14-ben formatervezőket oktatunk, és nekünk ebből a portfólióból kell termelni az ott a 14 területére. Az már, amiről te beszélsz, ez egy kemény open source történet, és nálunk nincs informatika oktatás, tehát van olyan felsőoktatási intézményeknek ez a fő profilja, de nem. De van media design. Szóval, úgyhogy majd beszélünk utána. Jó, oké. Okay.